Másfél hónapos szünet után nyitotta meg újra kapuit az Eötvös József Általános Iskola. A járványhelyzet miatt elrendelt 8 hetes bezárás alatt az iskola csak 6,5 hétig tudott ügyeletet adni, mivel 12 pedagógus fertőződött meg. Közülük 2 kórházba is kerültek a betegség miatt. Ez alatt az időszak alatt igyekeztünk azoknak a szülőknek segíteni, akik semmiképpen nem tudták megoldani gyermekeik felügyeletét, de nem volt akkor az érdeklődés, mint amit vártuk. Sokkal nagyobb létszámra gondoltunk, maximum 3-4-5 fő az, aki megjelent naponta nálunk. Ha megengedik, a jobb érthetőség kedvéért leveszem a maszkot, ugyan én is érintett lettem az utóbbi időben, de most már hál' Isten nekem is sikerült maradéktalanul rendbe jönni. Miután lehetőséget kaptak a szülők arra, hogy eldöntsék, hogy otthon tartják a gyereküket, vagy engedik iskolába, érdekes helyzet alakult ki. Az alsó tagozatosok közül majdnem 70%-ban jöttek iskolába, durván 30-32%-a nem jött. Magas volt azoknak az aránya, akik valójában eljöttek, leadták a kérvényüket, és teljesen hivatalosan folytatódik tovább a tanítás. Nagyon-nagyon nem örülünk neki, de igazán azt kell mondjam, hogy nincs jó megoldás. Arról sajnos nincs információ, hogy az iskolába járó gyerekek között, vagy azok családjában hányan fertőzöttek. De Orth László igazgató a saját példáját is szem előtt tartva szeretné, ha a tantestület 100%-a be lenne oltva. Aggasztó számunkra az, ami történik, és még mindig nagyon-nagyon félünk. Kérdezték tőlem, hogy létezik, hogy én elkaptam, hiszen megkaptam 2 oltást. És erre nekem az a válaszom, hogyha az oltottság előtti állapotban kapom el, akkor sokkal-sokkal súlyosabb eseményekkel számolhattam volna. Így valójában nem volt könnyű, de sokkal enyhébb lefolyású volt. Ezért is merek mondani azt, hogy aki csak tudja, oltassa magát. A kollégáink soron kívül mehettek, de hát mivel vannak jó néhányan, több mint 10, akik elkapták, azok még nem mehettek. Ezért még a szám még nem 100%-os, de szeretném, hogyha közelítenénk feléje. Május 10-ig még csak az alsó tagozatos gyerekek mehettek vissza az iskolába. Ők minden különösebb feltétel nélkül, de a megfelelő óvintézkedések betartása mellett vehetnek részt a tanórákon. Természetesen mérünk lázat, naponta fertőtlenítünk többször. Elemben, hogy azt tapasztaljuk, hogy valamelyik gyerek bármilyen tünetet mutat, annak rögtön telefonálunk a szüleinek, azt haza kell vinni. Nagyon-nagyon kevés fordult elő, úgyhogy le a kalappal a szülők előtt. Valójában figyelnek arra, hogy még véletlenül se kerüljenek be betegen. Ezen az első héten alig volt olyan, akinél fölmerült az, hogy problémá volt. Akinél igen, az otthon is maradt, és beteg állományban van. Ami még nagyon fontosnak tartok, az a maszkviselése. Felmértem a kollégák véleményét is, és abban maradtunk, hogy a maszkviselése természetesen az eddigieken túl kötelező lesz az órákon is, akkor nem, amikor az élethelyzet, mint most is, hogy érteni kell, hogy miről beszélünk, akkor levehetik. Csak egy példát szeretnék mondani, az angol beszédnél le kell, hogy vegye, hiszen nem fogja tudni tisztán érteni, és utána visszaveszi. Ezzel is próbálkozunk azzal, hogy minél kevesebb lehetőséget adjunk a vírusnak, hogy terjedjen a gyerekek között, és akkor ez kerüljön ki a felnőttek köré. Hamarosan a felsősök is visszaülhetnek majd az iskola padjaiba. Ez talán ismét segít majd nekik a tanulásban, mivel a digitális oktatás a korábbi tapasztalatokat felhasználva is sok nehézséget okozott az iskolának és a tanulóknak egyaránt. Én Ercsiről tudok beszélni. Sajnos ez a elég hosszú időszak a digitális oktatásnak nagyon-nagyon sok gép ment tönkre. Nagyon kevés az a tanuló, aki rendelkezik laptoppal, vagy nagyobb teljesítmény tablettel, esetleg személyi számítógéppel, ezért őnáluk nehezebb a dolog, nagyon-nagyon nehéz telefonról tanulni. Így természetesen mi erre is fel vagyunk készülve, kollégáink elkészítik az anyagokat, írásban a gyerekek bejöhetnek érte a portára, ott vannak a csomagok, megkaphatják,
ezeket megoldják, és majd amikor vége a digitális oktatásnak, akkor visszahozzák kitöltve, ami majd értékelésre fog kerülni. Közeledik a tanév befejezése, és a járvány miatt elrendelt korlátozások enyhítése okán mindenki kicsit bizakodóbb. De még így is kérdéses az év végéig tervezett iskolai programok megrendezése. Nem tudjuk, hogy a mérések meg lesznek tartva, nem lesznek megtartva, milyen csoportos programokat tudunk esetleg csinálni. Ezekre föl vagyunk készülve, de csak akkor, hogyha ezt teljesen törvényes úton, módon fogjuk tudni megoldani. Nagyon sokaknak kérdés a ballagás. Azt most tudom mondani, hogy ballagás lesz, hogy milyen formában, és nem is csak a forma lényeg, hanem hogy milyen tömegben, hány meghívott jöhet majd esetleg rá, az majd a későbbiekben az intézkedések alapján fog eldőlni. Tartok tőle, hogy minden még nem tér vissza a régi kerékvágásba. Mondhatnám a határtalan pályázatot, ahol 54 gyerekkel mentünk volna Szerbiába, éppen holnap érkeztünk volna meg. Hát sajnos nem sikerült még elmennünk, de ez nem azt jelenti, hogy elvesztettük az ott nyert 4 millió forintot, hanem ez áttevődik a következő évre.